Teltházapályákon, teltházapályák mellett. Ez izgalmas, gólgazdag meccsek, és a jó hangulat jellemezte a harmadik alkalommal megrendezett jótékonysági szokkafoci tornát. A nyíregyházi városi stadionban 4 pályát alakítottak ki a műfüves játéktéren, azokon játszották speciális szabályok szerint a meccseket. A pálya és a kapu mérete nagyobb a klasszikus kispálya megszokottnál, bedobás helyett rúgják a labdát, a büntetőnél pedig rávezeti a kapusra a labdát a játékos. A sportágnak ez a változata is népszerű a futballisták körében. 24 csapat van most jelenleg, több mint 30 csapat nevezett, de ugye sajnos nem tudtunk többet fogadni. Vannak Debrecenből, vannak Bodrogkisfaludból, Fehérgyalmat, Máté, Szalka, tehát a környékről most azért sikerült egy jó pár csapatot behozni. A hazai szövetség 2018 óta szervez bajnokságokat és tornákat. Az elnök szerint folyamatos a fejlődés, de az energiaárak emelkedése a szokkafocira is hatással van. Sajnos most ebben a helyzetben elég nehéz. Itt a elszállt rezsiárak miatt azért ez érint minket is, itt ezt a sportágat is nagyon. Sajnos minden mérkőzésünket estéről át kell hoznunk, vagy hétvégente délelőtre. De én azt gondolom, hogy egyre több a csapat, most már a lezsőriges szoftverünkön keresztül is országosan, ugye 10 megyében mennek a bajnokságok, több mint 3000 igazolt játékossal rendelkezünk, ami szerintem egy egész szép szám az elmúlt 3 év alatt, hogy dolgozunk rajta. Bízunk abban, hogy az idei évi világbajnokság sikeres rendezése még több csapatot, még több játékost fog vonzani, és reméljük, hogy Nyíregyházán is és egyre többen csatlakoznak majd. Magyarország a visszalépő Mexikó helyett beugróként rendezte meg a világbajnokságot, amelyet Brazília nyert meg. A magyar válogatott a németekkel szemben maradt alul a 8-döntőben. Szabolcs-Szatmár Bereg megyének a szervezők, a játékvezetők és a játékosok között is voltak képviselői. Az ISF-nél más országnak 1-1,5 éve van egy rendezésre, eddig vagy a szervezésére, eddig nekünk volt összesen 3 hónapunk, és tényleg nagyon óriási köszönet azoknak az önkénteseknek és mindenkinek, főleg itt Nyíregyházáról is voltak többen, ugye érintettek a VB-ben, akár a Székely Jánost mondhatnám, ott volt végig, segített a szervezésben, és hát játékvezetőt is adott a világbajnokságnak, ugye Nyíregyháza, sőt játékost is ráadásul a magyar válogatottba. Nagyon-nagyon nagy feladat volt, gyakorlatilag 3 hónapig megállás nélkül azon dolgoztunk, hogy ez a pálya is minden, az egész komplexum szálljon, és azért csak 40 ország részvételével zajlott, szerintem sikeresen. A tornát végül a nyírbátori Megavia Kft. Nyerte a kispályások Napkor és a nyíregyházi Nevut Kft. Előtt. A gólkirályi címet a napkori Matolcsány Gergő szerezte meg, a legjobb kapusnak a nevútos Pap Gábort, a legjobb játékosnak pedig a Megavia csapatában szereplő Bodai Krisztiánt választották meg a szakemberek. A torna hozadékaként a szervezők egy jelentősebb összeget utaltak át a beteg gyerekekért alapítvány javára.